Jó estét újra! Van itt egy szakma, amit azt hiszem mindenki csodál, de senki nem akar megtapasztalni test közelből. A légimentőkre gondolok, és Kuruc Zoltán van ma itt velünk este, hogy elmesélje, milyen is döntéseket hozni a levegőben úgy életről és halálról. Legalábbis így, ezt szokták mondani a mentőkre sokszor. Nem tudom, ez igaz-e, majd erről is beszélünk később. De első körben az érdekelne engem, hogy te is el tudsz-e vezetni egy helikoptert. Üdvözlök mindenkit! Igen, a válaszom sorsában az eset az, hogy nem. Tehát ez egy először összetett feladat az, hogy egy helikopter pilóta legyen, tehát elég nagy rutinnal kell rendelkezni, illetve hát elég bonyolult ez a szerkezet. Nem is kapunk mi képzést. Úgynevezett mi a pilótáknak segítséget tudunk nyújtani. Ugye három személy van a helikopterben, ugye egy fő pilóta, aki egy nagyon régi, vagy nagyon nagy rutinnal rendelkező, nagyon repült óraszámmal rendelkező személy, aki régebben mondja a rendőrségnél, vagy a honvédségnél repült, vagy éppen más olyan helyről érkezett hozzánk, nagyon nagy rutinnal rendelkeznek. Ő a kapitány, ugye ő a pilóta a helikopteren. Amikor levegőben vagyunk, menet közben vagyunk, akkor az ő döntése mindenek felett, tehát a repülési környezetből tekintve. A másik egy fő az egy orvos, egy szakorvossal rendelkezik, és egy mentőtiszt vagy egy mentőápoló van mellette még, aki segítkezik. Igazság szerint erre akartam konkrétabban kitérni, hogy akkor azoknak a nézőknek, akik esetleg nem tudnák pontosan, tegyünk így rendet a fogalmak között, hogy mi, ugye te, amikor először beszéltünk vele telefonon, akkor kiemelted, hogy mentőtiszt vagy, nem pedig mentőorvos. Mi a különbség ezek között? Tehát hogyan épül fel a rendszere? Igen, ez egy picit inkább a földi mentőnél van a jobb különbség a mentőtiszt-mentőorvos közt. Nagyobb az átlag, mert nem tudja megkülönböztetni szerintem, amikor mentőautó érkezik hozzá, egy mentőtiszt vagy mentőorvos érkezik hozzá az esethez, amikor valami baj történik, mert ugyanabban a kompetencia szinten rendelkezünk most már a helyszínen. A orvos egy diplomát végzett, szakorvosira járt személy, doktori titulussal, mi pedig egy főiskolát végzett, egy 4 éves főiskolát végeztünk, és direkt kifejezetten a sürgősségi helyszíni ellátásra képeztek ki minket. Ellenben ugyanolyan gyógyszerezésünk van, ugyanúgy adjuk a gyógyszert vénásan, döntünk, újraélesztéseket vezetünk önállóan. Tehát a mentőautó is úgy épül föl, hogy egy mentőorvos vagy mentőtiszt, egy mentőápoló és egy gépkocsivezető, és ebbe különbözik egy picit a helikopter, hogy itt a ápolói pozíciót, amit most itt úgy hívunk a helikopternél, egy paramedikus pozíció, azt vagy mentőápoló, vagy mentőtiszt tölti be. Ez igazából régebről indult vissza, hogy régen mentőápolók voltak, és az újabban fölvett, az új rendszerbe kerültek, már mentőtiszteket veszünk föl. Ennek egy nagy előnye van, hogyha helyszínen leszállunk, és több sérült van, vagy több felé kell menni segíteni, vagy olyan mentőegységek vannak, akik nem rendelkeznek ilyen emelt szintű orvosi személlyel, akkor mi szét tudunk válni, és akár külön is tudunk dolgozni a helyszínen. Milyen esetekhez hívnak titeket a klasszikus mentők helyett általában? Igazából itt azt szoktam mondani, hogy a helikopter is egy ugyanolyan mentőegység, mint bármi más az országos mentőszolgált kötelékében. Ugyanazok az esetellátásokhoz megyünk. Egy picit talán az, hogy ez egy nagyon drága technika, nagyon magasan képzett a személyzet, ezért értelemszerűen egy picit a legéletveszélyesebb helyzetekhez hívnak ki minket, vagy akkor, amikor már úgy érzik, hogy nagyon kritikus a helyzet a helyszínen, nagyon kritikus állapota a betegnek, illetve nagyon gyorsan kell eljutatni a beteget a kórházba, tehát itt a repülési idővel tudunk csökkenteni, illetve a helyszínre vitt technikáinkkal, meg szakképzésenkkel tudunk segíteni az embereken. Azt gondolnám, hogy a ti munkátok szinte mindig nagy figyelmet kap. Amikor rátok van szükség, akkor lényegben biztos, hogy nagy a baj. Kvázi mindig szerepeltek mondjuk a hírekben, hogyha adott esetben bevetésre mentek, bár lehet, hogy ez nem mindig van így, hogy ez így van. Tehát akkor vagytok ti a reflektorfényben, amikor tényleg irdatlan nagy a baj csak? Igen, sajnos csak akkor kerülünk, és amikor a hétköznapi napokban nem nagyon szoktak minket úgy emlegetni sajnos, tehát mi szeretnénk, ha sokkal többet látnának akár belőlünk a hétköznapi emberek, és azért örülök, hogy meghívtatok minket ebbe a műsorba, mert így azért közelebb tudunk menni a lakosság felől, látják azért a valóságunkat, hogy mi is emberek vagyunk, mi is küzdünk problémákkal nap, mint nap. A helyszínen igazából úgy, mint hogy minden bármilyen helyszínek a bejelentés alapján riasztanak minket, tehát nem biztos, hogy mindig nagyon nagy a baj, de ezt már lehet, hogy sokszor csak a helyszínen tudjuk meg. Értelemszerűen, hogyha kisebb probléma van és a földi erőkkel meg tudjuk oldani, vagy akár ők látják el a sérültet, akkor ugye mi riaszthatóak maradunk és hazamegyünk, de hogyha van szükségünk, akkor mi szállítjuk el a beteget a kórházba. Befut az info. Az A8-as úton fölborult egy kamion alatt egy nagy családi kocsi, benne gyerekek, stb. Tényleg nagy a baj. Gondolom, ilyenkor titeket hívnak. Mi a folyamata ennek az eseménynek? Tehát Ausztriában még nem dolgozunk, azt hiszem az A8-as lehet, hogy ott van, nem tudom hol van, de... Úgy értem, hogy az A8, igen. Semmi probléma. Tehát, hogy egy nagy úton valahol, igen, akár az M1-esen autópályán. Igen. Itt igazából maga a hívás, a 104-es segélykérő hívás, az a mentőszolgálathoz érkezik be. Magyarország most
ez sosem nagyon hosszan, 21 darab irányított csoport van. Ez a segélykérő beérkezik ugye ebbe az esetben itt az M1-es autópálya, például a Budaörsi szakasza, ez a Markó utcába fut be a 104-es hívás, és ott van egy mentés irányító, egy mentőtiszt, aki ezeket osztályozza ezeket a súlyosságokat, meg hogy milyen mentőerők szükségesek ehhez az ellátáshoz. Mielőtt tovább mennék, hogyan osztályozzák ezeket? Igazából ugye a bejelentő alapján, amit megpróbálnak információt megtudni a bejelentőtől, ezt megpróbálják egy bizonyos egy ilyen skálán, egy ilyen saját kis skálán osztályozni, hogy hány mentőautó kell hozzá, milyen szintű, tehát elég egy mentőápolónak a kompetenciája hozzá, vagy kell hozzá mentőtiszt orvos, tehát hogy már emeltebb kompetencia kell hozzá. Ez a legnagyobb döntési része az egész. Így, ez egy nagyon nehéz döntés. Hogy kire lesz ez egy nagyon nehéz feladat odabent, és még azt is el kell dönteni, hogy hány egység menjen ehhez a feladathoz, tehát a több sérült van, azért tudni kell, hogy nagyobb a súlyos sérülteket, hogy csak fekve tudjuk szállítani, és egy mentőautóba egy fekvő sérültet lehet szállítani, tehát ezt is ott döntik el, hogy hány egységet küldenek, illetve hogy akkor leriasztják el helikoptert. Menjünk tovább, leriasztanak titeket, akkor hogyan tovább? A következő lépés ebben a rendszerben, hogy a budaörsi bázis egy picit különbözik a többitől. Ugye 7 darab légi bázis van Magyarországon, a budaörsi bázis két dologban különbözik, az egyik, hogy ott van az irodánk is, tehát maga a non-profit Kft-nek ugye a vezetősége ott tartózkodik. A másiknak különbség pedig az, hogy van egy úgynevezett légi koordinátor. A légi koordinátornak a feladata, hogyha bármelyik irányító csoportból kap egy kérést, hogy szeretne egy helikopterre segítséget, vagy akár több helikoptert, mert nagyon nagy tömeges baleset van, akkor ez a légi koordinátor megnézi a térképen, hogy melyik helikopterek vannak a legközelebb. Itt egy ilyen úgynevezett AVR rendszer segíti a munkánkat, ahol mi GPS segítségével az összes helikopternek a pontos mozgását látjuk, sőt, egész Magyarországnak az összes mentőautó mozgását látjuk. És ezáltal, miután kiválasztottuk a légi koordinátor a legközelebbi helikoptert, elindítja a riasztást, tehát ő dönti el, hogy melyik helikopter induljon el. Vagy melyik helikopterek. Ez még rátok nem vonatkozik, ez még mindig kvázi a szintekben fölöttetek van. Ez még mindig nem a kivonuló személyzeté, hanem ez még mindig egy ilyen döntéshozó, gyors, ez az egyelég párhuzamosan folyó, gyors döntéshozata, és innentől, amikor ugye megvan a kérés, hogy melyik irányító csoport hívja, a koordinátor meglátja, melyik helikopter van a legközelebb, és rögtön leriasztja. Értem szerint ez egy ilyen nagy rádiós rendszer van, ugye ez már egy digitális kommunikációs rendszer van már a mentőszolgálat, amivel mi is dolgozunk. Így azért a bázisok hallják, hogy hol van a baleset, és nagyjából azért tudja mindenki ilyenkor már, hogy el kell indulni. Tehát mikor látjuk, hogy megtörténik a megkeresés, az a személyzet már elkezd öltözni, felkészülni, beszállni a helikopterbe, mikor ugye megkapja végleges utasítást. Ha véletlenül mégis a másik bázis van közelebb, akkor értem szerint ő fog elindulni, tehát mindig a koordinátorra légi koordinátor dönti el, hogy melyik gép induljon. Mi volt az utolsó alkalom, mikor ilyen bevetésre kellett menni? Hogyha rossz szót használok, bocsánat, a bevetés, de... Ami feladatnak hívjuk, igazából lehet bevetésnek is hívni. Az én személyemben, ez most egy jó kérdés, ugye ez a probléma, hogy télen kevesebbet tudunk menni sajnos erre a rossz időjárás miatt. Egy picit az, hogy ugye nekünk az ügyeleti időnk mindig változik. Az ügyeleti idő az még napkeltétől napnyugtáig van, ugye ez a repülési szabályának megfelelő. Éjszaka nem is lehet. Éjszaka nem repül, akkor, de ugye mentést nem végezhetünk, ugye szervszállítás, betegszállítás kivilágított helyről kivilágítottra lehet, tehát reptérről reptérre lehet menni. Ami probléma, hogy idegen helyre nem tudunk leszállni, mert egy nagyon drága lenne a technika, és sokkal több lenne mind az anyagi forrás, ami kellene rá, mint ami hasznot talán hozna. Nagyon veszélyes, mert ugye rengeteg vezeték van, kábelek vannak, akadályok vannak, nem veszük észre. Ugye sajnos pont múlt héten volt egy norvég baleset, Norvégiába zuhant le egy ilyen EC-135-ös, ott is sajnos, ha jól látok, vezetéknek ütköztek neki. Tehát nagyon veszélyes ez a munka, és ez mint Ausztriában sincs, meg sok országban nincs, nálunk sincs éjszaka légimentés, csak nappal. És hogyha már fönn vagytok a levegőben, akkor milyen kérdésekre kell először gyorsan választ kapni, mielőtt még odaérnétek a helyszínre? Igazából itt a navigációval van inkább kapcsolatban, hogy találjuk meg a pontos helyszínt, mert fentről ugye minden picit másabb. Tehát nem olyan egyszerű, hogy beütjük a GPS-be és megmondja nekünk, hogy itt fordulj jobbra, ugye légirányba közlekedünk, egyenes légvonalban. Általában olyan információkat kérünk, vagy kapunk, hogy milyen állapotban van a beteg, de ezt általában az irányított csoport adja meg nekünk, vagy éppen a kint lévő mentőegység, akik segítséget kért tőlünk.
hogy hogy tudunk leszállni, le tudunk-e szállni a betegnek a közelébe, tehát van a házban mondjuk egy ilyen 20x20 méteres terület, ahol befér a helikopter, vagy éppen egy picit arrébb szállunk le egy focipályán, ez is rengetegszer fordul elő, hogy egy biztonságos leszálló helyet keresünk, és utána fogunk egy autót, akár egy hétköznapi megállítjuk az út szélén, és akkor ők meg elvisznek minket. Nagyon szerencsé, hogy általában mindig segítettek az első autót, tehát sosincs ebből nekünk problémánk. Sőt, mindig az szokott lenni, hogy meg kell szegényeket nyugtatni, hogy ne nyomják annyira a gáz. Tehát, hogy tényleg az a kreszt, mi se hágjuk át az a három utcát, amíg ott bemegyünk alóva, hogy érjünk oda biztonságban, de nagyon segítőkész ilyenkor mindenki. Mi tart téged ezen a pályán egyébként? Ugye előbb kérdeztem, hogy mi volt a legutolsó eset, ez nem tudtál, vagy nem akartál annyira erre válaszolni, de hogy mi az, ami miatt mindig bennmaradsz a mókuskerékben? Igen, az első ugye kérdés az, hogy miért nem tudok rá válaszolni, az, hogy 16 éve mentőzöm főállásba, és egy picit nekem már összefolynak az esetek. Értem szerint egy pici pajzsot mindig tartunk magunk előtt, mert hogyha az összes ilyen eseményt mi hazavinnénk a családhoz, magunkba tartanánk, bennünk lenne, akkor nagyjából mindannyian pszichiátrián kötnénk ki. Tehát rengeteg halálesetet látunk, rengeteg tragédiát, családok széthullását, gyermekek haláját, teljesen olyan dolgokat látunk minden nap, amit nem vihetünk haza. És ugye ez egy ilyen nagyon kis zárt közösség, emiatt is, hogy nagyon meg szoktuk egymással beszélni a dolgokat, és nem is nagyon szoktuk hazavinni. De most azt mondja, még egyszer picit elgondolkozom, mi van, szerintem egy újraélesztésnél voltam talán az ott az egy sikertelen újraélesztés volt. Ami a pályán tart, hogy kezdtem mondani, nagyon fiatal, nem lesz nagyon hosszú, de nagyon fiatal volt, és nem tudtam, hogy mit kezdjek az életembe. És én mindig szerettem menni, haladni, és nagyjából teljesen véletlenül rákerültem erre az útra, mert ez az út, ez az a munkahely, ahol nincs két egyforma nap. Tehát 16 év után sincsen még egy ugyanolyan napom, ugyanaz történjen, mert egyszerűen minden esetellátás, minden betegellátás, minden egyes mentési feladat különbözik valamiben. Tehát két egyforma sosincsen. Mindig más a környezet, más az emberek. Most orosz beteg, francia beteg, magyar beteg, tehát mindig valami kihívás van benne. Azt akartam kérdezni, egy kihívásról van szó itt akkor, hogy mindig valami új, ami meg lehet oldani, vagy nem, de még ott van mindig a kérdője. Igen, tehát mindig, minden egyes feladat egy újabb kihívás jelent minden mentő számára. És ez az egyszerű egyszerű szó használata, de a klasszikus mentőknél is megvan ez? Gondolom. Akkor így van, mi miatt a légi inkább? Igazából ugye a mentésben vannak fokozatai, vagy a mentő járműveknek mondhatni fokozataim, hogy az ember elkezd szállítókocsin dolgozni, ott ugye nagyon egyszerű esetekhez, vagy MGK-n, ez a mentőgépkocsin dolgozni, kisebb törésekhez megy az ember, csak idős néni keresnek, vagy részeg emberekhez, de hát ez ugyanilyen a mentő munka. Persze. Most mondhatom, hogy sajnos, de én mindig annak a híve vagyok, sajnos, hogy be kell látni, hogy hát hogyha a részeget nem a mentő szállítja, hát akkor ki, tehát nem kérhette meg a péket, hogy vigye el magához. Tehát az is sajnos egy mérgezési állapot. És van ilyen. És így egyszer így el lehet jutni, ilyen jön az esetkocsi, a rohamkocsi, és nagyjából ugye ez talán a mentésnek az egyik csúcsa, ahol lehet dolgozni mentő dolgozóként, mert itt kapjuk a legtöbb képzést, és talán itt a legnagyobb a kihívás a helyszínen, és nagyjából nem csak a kihívás, hanem a követelmény is. Mert amíg ugye azt tudja mondani egy mentőgépkocsi, hogy én kérek segítséget, vagy egy mentőtiszt a helyszín, aki nem tud valamilyen beteget ellátni, hogy kérek segítséget, hát nagyjából mi már nem tudunk kérni segítséget, mert nincs fölöttünk senki. Hogy azt mondjuk, hogy mi most nem tudjuk ezt megoldani, és hát jöjjön valaki segíteni, mert mi már nem fogunk tudni kapni segítséget. Tehát nekünk mindent meg kell tennünk, hogy tudjunk segíteni a helyszínen, el tudjuk látni a beteget, de hát erre vagyunk fölkészítve. Tehát nagyon nehéz, tehát több napos tréningek vannak nekünk egészségügyi szempontból is, föl vagyunk készülve a legrosszabbakra. Itt például értem azt a helyszín császármetszések, tehát gyermekek születése, ilyen újraélesztés közben, tehát egy ilyen nagyon összetett képzési rendszerünk van, ami arra készít föl minket, hogy a helyszínen helyt tudjunk állni. Szinte minden tehát bármilyen egészségügyi dolgozóra érvényes ez, de talán ez érdekli az embereket a legjobban, hogy hogyan élitek meg a halált, meg hogyan alakul ki ez a pajzs az egészségügyi dolgozóknál. Régen egy picit más kép volt, és amit örülök, hogy azért mostában megváltozik az egész, mert régen is nálunk nem nagyon foglalkozott, szerintem az én véleményem szerint senki nem foglalkozott ezzel, hogy magunkat védeni kell lelkileg, pszichésen, és nagyon sok kollégám az alkoholba menekült nagyon a régen, amikor elkezdtem mentőzni 16 éve. Ez egy picit megváltozott, tehát most már vannak pszichológusok, akik foglalkoznak velünk, a kérnek, látjuk egymást, a képzésekkel, a beszélgetésekkel a főnökeink azért sokkal jobban odafigyelnek ránk most már, illetve hát egy picit megtanítjuk egymást, egy magunkat kezelni ezt a szituációt, hogy ne vigyük haza ezeket a problémákat minden. És érzitek a hatást, hogy jobb így akkor? Tehát, hogy ezek segítségre vannak tényleg?
Az biztos, illetve ami meg egy picit talán szokatlan lehet egy külső szemében, amikor azt látják, hogy a mentő dolgozók nagyon nevetgélnek valamin, mikor mondjuk lehet, hogy egy fél órával ezelőtt ugye egy haláleset történt, ezek is pont ugyanilyen reakciók a mentő dolgozóktól, és ezért látják azt a külső személyek, hogy mondjuk bevisszük a kórházba a beteget, akár lehet, hogy sajnos el is hunyt ez a beteg, és utána azt látja a szegény mentő dolgozón egy külső érdeklődő, vagy nézelődő, vagy éppen egy bármilyen külső személy, hogy lemennek, kávéznak, nevetnek egy jót sokszor. Ez pont egy ilyen védelmi reakció a mentőktől sokszor, és ezt nem szabad félreérteni, hogy itt nem magát a személyt, nem magát az esetet, hanem itt próbálják elfelejteni ezt az egészet, és igazából egy ilyen pajzsa, egy ilyen védekező reakcióként alkalmazza. Bocsánat, ezt. A párhuzam, de igazából olyan ez, mintha egy autószerelő, bocsánat tényleg ezért, mert nem arról van szó, de egy autószerelő is egész nap valamilyen formában röhög a haverokkal, stb. Tehát viszont rajta is azért van valamikor a felelősség, de nem tud minden konkrét problémát sajátjának érezni, talán erről lehet szó nálatok. Így van, csak tőlünk elvárják sajnos azt mindig, hogy nekünk mindig hát határozottan és jó úgy érzem, hogy együtt kell, hogy érezzünk, amihez működik is szerintem nagyon sokszor, csak ezt nehéz ilyenkor elmondani, hogyha látnak minket, amit mi nem a külvilág felé mutatnak ezek a személyek, és most nem magamról, nem a mentő, tehát itt általában a mentőszolgált dolgozókról szeretnék beszélni ezáltal, hogy ez nem már az eset ellátásra szól, hogyha bárkinek ilyenkor negatív tapasztalata lett volna, hogy azt látja, hogy ott röhögcsének a kórházba, tehát hogy ez nekünk egy ilyen védelmi, egy ilyen baráti. Ugorjunk egy kicsit konkrétan így a pilótákra. Olvastam, hogy a német hadseregnél kapnak szimulációs képzést. Mekkora az átfedés? Nektek is szükség van kiutazni és ott képzésben részesülni? Vagy hogyan van a képzés? Mi a folyamata a képzésnek nálatok? A egészségügyi személyzet részének teljesen más a képzése. Ott is szimulációs gyakorlatok vannak, de ez Magyarországon történik. Németországban azért járnak ki a pilóták, mert ott van egy olyan típusú gép, ez az LC-135-ös, amit Budaörsön is dolgozik, illetve hát 5 darab jelenleg Magyarországon, ami egy-egybe szimulál ciós eszköz, tehát ott igazából úgy kell elképzelni, mint egy vidámparkba, hogy beszállnak, és úgy föl van építve egy ilyen szimulátor, mint egy rendes helikopter, és az összes ilyen vészeljárási procedúrát végigjátszák, gyakorolnak, hogy milyen szituációban mit csináljanak, például hajtómű leálláskor, bármilyen elektronikai tűzeset, vagy bármilyen. Azért is vannak ott a hadseregnél, mert hogy szinte olyanok az események? Nem, nekik van ilyen szimulátoruk. Na, úgy értem, hogy most a pilótákra gondolok, tehát hogy szinte katonai képzettséggel kell, hogy rendelkezzenek ezek. Igen, ugye itt azt kell tudni, hogy ugye nagyjából egy átlag pilóta azt szokta meg, hogy reptérre repül. Igen. Tehát van egy kijelölt hely, előtte föl tud készülni egy bizonyos könyvből, amit megnéz, hogy milyen irányok vannak, honnan lehet számítani, milyen általában a széliránya, honnan lehet megközelíteni, hogy lehet, hogyha bármilyen vészhelyzet van, tovább menni, tehát egy ilyen leszállási procedúrát át tud az ember gondolni. Ott a mi esetünkben ilyen nincsen, tehát ugye idegen terepekre szállunk le, és nagyjából annyi idő szokott lenni a pilótának, hogy eldöntse, hogy hol szállunk le, mivel ugye vannak esetek, amikor sietni kell, hogy akár csak egy kör tesz a megadott helyszín fölött, és rögtön kinézi azt, hogy akkor oda leszállunk, és ilyenkor nagy szerepe a másik két személynek, mind az orvosnak, mind a mentőtisztnek, a fedélzeten, vagy a paramedikusnak, mert ilyenkor nézzük azt, hogy biztonságos-e, tehát akár ajtónyitással leszállás közben, hogy elfér a forgószárny, nem-e ütközünk bele valamibe, nem-e kapunk föl valami tárgyat, ugye értem, azt leszállunk egy kertbe, és ugye kint vannak a kerti bútorok, nem viszi el magával. Igen, így van, tehát nem fújjuk el. Igen. Ugye kárt mi se szeretnénk okozni, tehát arra mindig figyelünk, hogy megpróbáljunk minél kisebb már bocsánat kárt okozni. Értem, hogy sajnos van, amikor a fólia sátor kicsit gyengébb, és így megrepedezik, vagy van egy probléma. Itt megint más habitusokkal szoktunk találkozni, valaki fő van háborodva, hogy most mi miért szálltunk le, vagy miért tettünk tönkre azt a kis fóliasátrat. Hát igen, valaki meg ugye, prioritások. Igen, valaki meg ugye azért meg tudja érteni, hogy mi igen. Ezt nem viccből szálltunk le ott, hanem azért, mert van egy olyan személy, aki életveszélyben van. Kirágos. Ha már beszéltünk a repülésről, a pilóta jól megtanulja, hogy hova kell menni és hogyan, de nem vagyunk túl nagy ország. Mennyire van lefedve a bázisok által? Hány bázis van az országban? Mint amit említettem, 7 darab légi bázis van Magyarországon. Ebből most fog még, úgy néz ki, hogy idén fog megépülni még 4 darab, most lehet, hogy egy picit elmagatlanul, 3-4 darab meg fog épülni. Nagyjából le van fedve Magyarország, tehát azt kell mondani, hogy ezzel a 7 helikopterrel le lehet fedni Magyarországot, tehát itt azért pont ezért, mert nem vagyunk olyan túl nagy ország, és nincsenek is olyan nagyon nagy hegyvidékeink, tehát most értem Ausztriára, ahol sokkal közelebb vannak, sokkal jobban össze vannak tolva ezek a légibázisok, mert nincs annyi síparadicsomunk, vagy annyi hegyünk, hogy ne tudjunk közlekedni, tehát nagyon jó az úthálózat. És ami mellette szól még, főleg Ausztriával szemben, hogy nálunk a földi mentés is nagyon jó van
szervezve, tehát rengeteg mentőautó van, most ezt értve akár egy pár külföldi országhoz képest, ahol kevesebb az autó. Igazság szerint ez érdekes, hogy ezt mondod, nagyon sokszor inkább a negatívumokat vélik felfedezni a sajtóban, akár, hogyha híradásokról van, hogy megint mennyi idő volt, még egy mentő kiért, és sok az ilyen negatív hang is. Ez, én nagyon remélem, hogy nem így van, de miben látod ennek az okát? Hát azt kell tudni, hogy főleg főváros, ahol probléma szokott lenni, az vagy a főváros, vagy az ilyen távoli, igen, olyan helyek, amit nagyon nehéz megközelíteni, és most például itt régióban marad a például Nagykovácsi. Ugye ebben nem akarok nagyon belemenni a földi mentés szervezésbe, de azért oda helyezni egy mentőautót egy helyre, hogy talán annak a 10 embernek valamikor egyszer lesz a baj, és ez most nagyon gonoszul hangzik, vagy csúnyán hangozhat az én számból, de annak a finanszírozását, logisztikát megoldani, mikor lehet, hogy egy évig nem lesz riasztás, az egy picit felesleges. És az se lehet az, hogyha valahonnan a mentőállomások kimegy a mentőautó, akkor ott nem lesz. Tehát ugye most értem például Budaörsön is, hogy egy szolgáltat teljesít két darab 24 órás mentőautó. Hát ha mind a kettő kimegy esethez, akkor Budapestről fog kijönni az autó, ami azért pici időbe fog telni. Amiben talán ennek az oka, hogy a másik kérdés, hogy mindig ezt mutatja a média. Hát a média ugye sajnos mindig azt mutatja, amikor probléma van, mert ha minden rendben van, akkor az nagyjából nem nagyon szokta érdekelni a egy-két olyan, most hogy mondjam, tévécsatornákat. Nehéz dolog minden esetre az, hogy hát ugye nem érdekes az, hogyha minden rendben van, ez feltétlen, tehát ez nem hír. Viszont az az igazság, hogy engem nagyon érdekel az, hogy jól be tudjuk mutatni a pozitív oldalát is. Tehát például milyen formában van arra lehetőség, hogy akár a ti munkátokat még jobban bemutathassuk? Igen, tehát hogyha most... Mert az a beszélgetés. Így van. De egy 19 éves srác, aki azt gondolja, hogy ezt én szeretnék légimentő lenni, akkor az hogyan tudja megismerni valóban, hogyan tudja megtapasztalni? Tehát ugye a honlapunkon azért lehet olvasni dolgokat, és én mindig azt szoktam mondani, hogy mint oktatási szervezési felelős, hogy nagyon szívesen látunk mindenkit. Természetesen az nem megoldható, hogy egyesével csöngetnek emberek, bejönnek, ugye, mint említettem, ottan ugye irodai munka folyik, ez egy veszélyes üzemben, ugye jönnek több helikopter, ha tankol, például följöznek Budapestre beteget, akkor megtankolnak nálunk, és úgy mennek haza vidékre. De azt szoktam mondani, hogy ha vannak csoportok, iskolák, azokat mindig szívesen fogadtuk, és mindig is egy ilyen egy órára, másfél órára vendégül tudtuk őket látni. Hát abban, hogy ott magát a helikoptert, magát a mentési rendszert, ott látják a légkoordinátori rendszerünket, hogy ezt megismerjék, az arra bőven jó. Amit én is szeretnék, és az egyik feladatom az, hogy minél közebbi, akár a média útján bemutatni a munkánkat, és hát erre vannak törekvések. Szakmai ártalom, hogy erre akarok én is valami utat találni, hogy hogyan lehet erre esély? Akár el lehet menni a helikopterre forgatni esetleg? Így van, ezt meg tudjuk beszélni majd akkor a interjú végén. Ez feltétlen érdekelne egyébként a az jövőben, jártam. De ez akkor még maradjon még azért nyitva későbbiekben. Szerintetek meg vannak becsülve a légi mentők? Akkor most kicsit menjük vissza így a rendes medrébe a beszélgetéshez. Tehát meg vannak becsülve igazán a mentők, akár a légi mentők? Szerintem ahonnan kapjuk, igen, tehát azt kell mondani, hogy szerintem meg vannak becsülve. Most itt igazából nem anyagiakra kell gondolni, hanem főleg inkább igazából ugye az eszmélyi értékek, vagy azok a kollégáktól kapjuk át a legtöbbet, mert tudják azt, hogy ugye mi közülük jöttünk mondhatni, és ez most én is egy csúnya szót használok ilyenkor, de mi ugye azok a mentőápolók, mentőtisztek voltunk, akik ott dolgoznak a Földön, és ezért talán ők is egy picit mindig bíznak bennünk, mert tudják, hogy milyen a képzési rendszerünk, és azért meg a kórházakban tudják, ha már mi visszük beteget, akkor nem szoktak nagyon veszekedni velünk, hogy miért így látjuk el a beteget, tehát ott is általában máshogy fogadnak minket, mint egy mentőtóval begorulnék. Nagyon szépen köszönöm, nagyon elment az időnk egyébként, de ezt a helyszínen forgatást, ezt még nyitva tartjuk, és nagyon remélem, hogy tudunk még veletek további anyagokat készíteni. Köszönöm. Bármikor, szeretettel. Nézőknek is nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Két hét múlva találkozunk. A műsor helyszínét a budaörsi Aromi étterem biztosította.